Pedig tudom, hogy megváltó önmagát adta értem. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam megváltó áldozata. Nevelj igaz szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Yes.
add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséért elnyerjük bűneink bocsánatát, s új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, Bőti vándorultunk 5. alkalmán, Judiká ítél meg engem Uram vasárnapján. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy egyházunk kijelölte a prédikáció alapjául. Ezt János evangéliumának 2. részében találjuk megírva a 13. verstől a 22. versig. Így hangzik. Közel volt a zsidók húsvétja. Jézus is felment Jeruzsálembe, a templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, s a galambárosoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Akkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták nekik a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, s te 3 nap alatt felépíted. Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor aztán feltámadt a halálból, visszaemlékeztek a tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amen. Kedves testvérek, Jézus rendet tesz a templomban. Sokan úgy érzik, hogy ez az indulat nem méltó Jézushoz. Valahogy gondolati emberi szívünkben nem így szerepel az Isten küldötte fia. Őt mindig olyan szeretetteljesnek, jóságosnak képzeljük el, akiben nincsen indulat, aki nem haragszik, aki nem akar büntetni. Szokatlan János tudósítása, és kevés helyen látjuk a Bibliában Jézust ilyennek. Keresem az okokat. Bőcsendjében, Isten kereső valóságában mit akar Isten üzenni nekünk ezzel a mai igével? Jézus birtokba veszi a templomot, úgy, mint aki otthon van, Jeruzsálembe megy. Úgy veszi birtokba, mint Isten lakóhelyét, mert Isten lakóhelye neve dicsőségének háza. Ő szelíd szóval kezdte. Úgy mutatta meg Isten végtelen szeretetét, és ez a szelídség egészen a keresztig tartott. Isten rendjének helyreállítása történik itt a templomban, mert nagy a veszély. A lelkileg süketté váló nép, Isten népe elfordult tőle. Látszólag parancsolatai cselekszik, szíve azonban nagyon távol van tőle. A pénz, a haszonszerzés, vallási köntösbe bújtatott formája az, aminek itt tanúi vagyunk. Az üzlet, a leleményesség, a hiányra és kényszerre épülő emberi szándék ütközik Isten akaratával. Amikor Jézus belép a templomba, a pogányok udvarában látja mindezt. Azon a helyen, ahova nem zsidó emberek érkeznek,
hogy találkozzanak Isten cselekvő szeretetével, amit népével vitt véghez, abban a templomban, amely méltó kiábrázolása annak az isteni dicsőségnek, hisz 46 évig épült. Pompájában, nagyságában, látható valóságán keresztül. A pogányok udvara, ahol a hosszú utat megtevő ember hallani akart Izrael Istenéről, az élő Úrról. Az Isten keresünk helye volt ez, elkülönített rész, amit a szükség más hasznos dolgokkal ruház fel, hisz az áldozathoz kellenek a kellékek, az áldozati állatok. A sok nemzetiségből odaérkezőknél kell a pénzváltás, hogy a templomi sekelre váltsák saját valutáikat. És ezt sokan kihasználják. Tudjuk, ahol a hiány jelenik meg, ott emelkednek az árak. Amikor valami oka van, hogy valamit beszerezzen az ember, és a másik megérzi, akkor elkezdődik az emberi kufárkodás. És a kultusz helye, az Isten kapcsolatteremtő helye az ember bűnének a helyévé válik. Érdekessége ennek a történetnek, magam is most döbbentem rá, pedig sok éve hirdetem Isten igéjét, és talán sokszor prédikáltam erről az igéről is, hogy Jézus cselekedetét, amikor felborítja az asztalokat, amikor kiűzi az ott lévő állatokat, amikor elmondja, hogy mivé tették az imádság házát, az ellen nincsen felszólalás. János nem tudósít róla, hogy valaki ne értené Jézus cselekedetét, hogy valaki megkérdőjelezné. Az akkor még Isten fiának nem gondolt Jézus cselekedetét. Senki sem szól, nem védekezik. Miért? Azért, mert Jézusnak igaza van. Mert ők is érzik, tudják, hogy valami nincs a helyén. Hogy a templom, az Isten háza dicsőségének helye nem tölti be a szerepét. Jézus motivációját keresem. Mi teszi őt ilyen indulatossá? Szeretném menteni őt. Az indulat, amely pillanat műve, nem Jézus kötélből korbácsot von, nem hirtelen felindultságból cselekszik. Az ő motivációja atyának akaratát képviselni, megosztani azt a szeretetet az emberekkel, népével, a kiválasztottakkal, de tudjuk, hogy minden emberrel. És ez már így kezdődik, amikor az imádságházát azzá akarja tenni, a találkozás helyévé. Bőven komolyan kell vennünk ezeket a jelzéseket és figyelmeztetéseket. Isten házát, amely olyan fontos és szent nekünk, bárhol van ez a templom, kötődünk hozzá, mert ott kereszteltek minket, ott kaptuk Isten áldását, onnan indultunk közös útra, oda járunk hetente töltekezni. Milyen nagy ellentmondás, most nem lehetnek nyitva a templomok. A harmadik hullám újra bezáratta a templomokat, és Isten a bezárt templomok tisztításán keresztül valami többet akar mutatni. Azt, ami a történet mögött van. A nyereségvágyból elkövetett Isten káromlás nem csak a jeruzsálemi templomra volt igaz. Ránk is igaz. Valami újat akar kezdeni.
szeretném, ha valami új kezdődne. Bőjt, csendes, szokatlan, Isten kereső teljességén keresztül. Valami új kezdődik. János evangéliumában is, ahol le van írva ez a szakasz, Jézus életében is. Tanítványokat hív el, csodát tesz Kánában, majd a templomba megy, az atyai házba, lelki otthonába, hogy az Isten háza az imádság háza legyen minden nép számára, a pogányoknak is, nekünk is. És ennek az imádságnak része a csend, a befelé fordulás, a befelé figyelés. Valami új kezdődik, utat készít, nem csak keresztelő, hanem Jézus is, Isten felé, te feléd, testvérem. És ennek az útnak az imádság nagyon fontos része, mert ott van benne a bűnbánat, ott van benne a bűnbocsánat lehetősége, amit felkínál, és ott van benne a megtérés útja. És ennek az imádságnak két pólusa van, a kérés és az elfogadás. Mint a két pólus nagyon fontos a mi korunkban, a mi életünkben is, hogy mit kérünk, és hogy hogyan tudjuk elfogadni azt, amit ad, és amit nem ad meg nekünk. Nem az ember cselekedete, hanem Isten teremtő munkája megy végbe ebben a kapcsolatban. Ennek a kapcsolatnak a helyreállításában. A szívre hat. Újra és újra. És kérdéseket indul el. A hallgatókban, a külső szemlélőkben, az eseményeket elviselőkben, újra az elmúlt vasárnap is jelt kívántak. És Jézus egész élete a jelkívánok sokasságával van tele. Bizonyíts, hogy te vagy az Isten. Jel kell. Kedves testvér, neked is, nekem is. Jelekre van szükségünk. És Jézus tudja. Ezért ajándékoz, ezért van jelen a mi életünkben, ezért ad hitet, benne bízó reménységet. Megdöbbentő, amit Jézus mond. A jelke, romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt felépítem nektek. Megbotránkoztató, egészen a keresztig, sőt, valahol ez a jel visz a keresztre. És a kereszt ezzé a jellé válik majd, az út végén, hisz ez a vád Jézus ellen, azt mondta, lerombolja a templomot. Egy zsidó ember számára Isten templomának a lerombolása minden létezőnek az elvesztését jelenti. És ezt 2000 év távlatában is ma így látjuk, amikor nincs meg a jeruzsálemi templom. Valami új kezdődik. A tanítvány megjegyzi, testének templomáról beszél. Igen, a lelki templom nagyon fontos és nagyon szükséges. Ilyenkor a bőti időben elkezdünk takarítani. Ablakot mosunk, függönyöket, elkezdünk erebézni a kertet. Tavasz van, húsvétra készülünk, és ezt sokszor a külsőségekben is megmutatjuk, rendet rakunk. Jézus a belsővel törődik. Mi van a szívünkben?
De jó lenne, hogyha átéreznénk valamennyien Jézus indulatát, hogy ne rombolja bennünk azt, hogy kiűzze azt, ami nem odavaló. Legyenek azok emberi gondolatok, érzések, anyagi javakhoz való ragaszkodás, a helyzetek kihasználása. Ez mind nyereségvágyból elkövetett Isten káromlás. Tükör, amely átengedi a fényt. És a megmosott ablak tisztasága akkor fog kiderülni, amikor átsüt rajta a fény, hogy hol nem sikerült megtisztítanom. Ítélj meg engem, Uram, a mai vasárnap, Judiká vasárnapjának üzenete. Nem elítélni akar, megítélni. Hogy változtass, hogy merj újat kezdeni, hogy vedd észre, nem arra használod az Isten kegyelmének ajándékait, amire kaptad, hogy ez az út nem jó út, hogy valamit elveszítesz, amit Isten neked ad. Lelki templom tisztításra hív engem Isten igéje 2021 Bőti útján. Mert haladnom kell, menni, és bízni abban, hogy a lerombolt, az emberileg lerombolt dolgokat Isten újjá tudja építeni. 46 év, ekkora hosszú idő egy templom készítése közben ő lelkének templomáról beszélt. Életről és örök életről. Arról, amit oda kell helyeznünk az ő kezébe, hogy építse folyamatosan. És az emberileg soha el nem készült ház Isten dicsőségének, kegyelmének fényében legyen kész, legyen valóság. Onnan indultunk, hogy Jézus indulattal cselekszik ott a templomban, és talán a mi életünkben is talán észrevetted, amikor nem tudtad, hogy miért kellett valaminek úgy történnie, de hát a mögött az a szeretet van, amellyel menteni akar minket, mindannyiunkat. Ahogy egy fuldokló ember számára sem az a megoldás, ha szép szavakat mondunk, hogy meg kellett volna tanulni, úszni, hogy valamit másképp kellett volna csinálni, talán nem kellett volna olyan közel menni a vízhez. Ezek emberi gondolatok, Jézus cselekszik. Nem. És ha kell, keményen. Mert szeret minket, mint. A szülő a gyermekét, mint a mentő, aki a bajba jutottól segíteni akar, mint az orvos, aki fájdalmat okoz, hogy gyógyulás legyen a vége. Én ezt a Jézust látom ott az úton, ott a templomban is, itt a mi utunkon, ebben a bőti időben, és ott az életemben. Kedves testvér, vedd észre ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet. És ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te értünk, vagy indulatos, mert látod bűneinket, mulasztásainkat, hogy nem élünk azzal a kegyelemmel, amit felkínálsz, hogy rosszul használjuk fel azt a szeretetet, amit azért adsz nekünk, hogy életünk legyen, de másokat élvessünk. Urunk, írts ki belőlünk mindazt, ami bűnös, ami gonosz. A te jeled, kereszted jele, nyisson nekünk utat. Abba a mennyei templomba, amit te felépítettél, amit otthonunká akarsz tenni, vidd véghez kegyelmesen, Urunk, és így állj nálénk újra és újra, és így hallgass meg minket, amikor egy szívvel így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten megőrző szeretete, s a Szentlélek vigasztalást erőt adó reménysége legyen, s maradjon mindenkor mi velünk.